Következő műsorszámunknak a fellépői felsorakoztak ide már az oldal falhoz. Szőlőtermelő városként a szőlőgyümölcs nem csak anyagi, de termesztésének tudása szellemi értéket is képez számunkra. A következő tánccsoport a Szőlőfürt Quartett, amit nem nagyon értek, hogy miért quartett, mert szerintem quintett, egy népszerű és tüzes magyar nótánkat fogja megjeleníteni a színpadon. A néptánc jellegzetességeit magában hordozó, de a hétköznapitól eltérő mozgásforma, a farsangi időszak sajátosságai közé tartozó, párválasztási üzeneteket és hordozó tánc történet. Örömmel vesszük, ha ezen tánc hatására ösztönözve érzik magukat az itt ülők, hogy nyíltan vagy titokban szeretett kedvesüket a közeljövőben eljegyezzék. Ígérjük, hogy az esküvőjükre egy ilyen hasonló összeállítással fogunk majd megjelenni, egy hasonló kaliberű műsorral, mint a mai. Fogadják szeretettel a Szőlőfürt Quartettet! Tétokban meg szeretném súgni, hogy puttonyos szeretnék lenni. De előtte meg kell itt kóstolni a szemeket, hogy mikor lesz a szület, hogy a gazdával megbeszéljem, hogy mikor szerződhetek. Ó! Nagyon. Én vagyok a szőlős gazdák álma. Meg az enyém is.
Puttonyosik is. Nagyon finom. Ez a szőlő már el kellett. Ajánlom a gazdának, hogy mielőbb szüreteljen. Hát ez is érett. Drátolálunk. Hát egy jobbnál faj szőlő. Sava, borsa, minden együtt. Fantasztikus. Reméljük, hogy nem kerülünk a darálóba. Méz édes. Hát a gazdáknak szólni fogok. Hú, muskotályos illat. Micsoda. Szenzációs ízek, zamatok. A gazdáknak fogom jelezni, és szerződök. Puttonyosra. Szenzációs volt, nagyon ügyesek voltak, mint egy tinik úgy járták. Gratulálunk. Ha esetleg valaki nem szerette ezt a nótát eddig, most már biztos, hogy csengőhangnak fogja választani a telefonjára. Még annyi, egyetlen egy kérdésem lenne Marikákhoz, hogy mondják, árulják már el nekünk, hogy mi a kedvenc nótájuk. Van kedvenc nótája? Érik a szőlő, hajlik a vesző. Meg van azért sok. Nem jut most eszünkbe, mert annyi van. Gondolkozzanak erősen, hogy Jaksanti el tudja majd utána játszani, húzni a nótájukat, jó? Majd a... Na. Már mi nálunk babám, az már nagyon szép. Anti hallotta, ugye? Már mi nálunk babánk, ez mindenképpen kell, hogy szerepeljen a mai repertoárban. Erről van szó. Nagyon szépen köszönjük, fáradjanak a helyükre. Köszönjük.